körforgásos gazdaság kulcseleme a komposztálás. A fogalommal sokan tisztában vagyunk, azzal azonban kevésbé, hogy hogyan is kell jól komposztálni, és hogyan is lesz ebből a szerves hulladékból, az ételmaradékból ilyen jó minőségű komposzt. A komposztálásra azért van szükségünk, mert a körforgásos gazdasági modellben, ami szerint a jövőben gyakorlatilag az egész társadalmunk élni fog, ezeket az anyagokat sem veszíthetjük el. A jövő pedig ebből a szempontból nincs messze. 2023. december 31-éig az Európai Unió összes tagállamában kötelező lesz a biohulladék szelektív gyűjtése. Ekkor már biztosan mindenhol megjelennek a barna kukák, ami azért is fontos, mert amikor ez a hulladék fajta nagy arányban lerakóba kerül, akkor kontrollálatlan bomlása során széndioxid és nagy mennyiségű metán képződik, ami a légkörbe kerülve értelemszerűen nem tesz jót a klímának. Viszont ha például komposztáljuk, akkor egyrészt klímabarát módon hasznosítjuk, másrészt a szerves anyag visszakerülhet a biológiai körforgásba. A Proficomp több mint 20 éve foglalkozik biológiai hulladék kezeléssel. A világ mintegy 15 országában közel 100 komposztáló telepet építettek. A tervezést, a kivitelezést, és ha kell, akkor az üzemeltetési feladatokat is ellátják. Főleg ipari komposztálással foglalkoznak, de megjelentek kisebb technológiákkal is. Ennek az egyik nagyon kicsi képviselője, idézőjelben a nagyon kicsit, a dobkomposztáló, a lélegző dobkomposztáló elnevezésű berendezésünk. Ami házi, kis közösségi méretekben tud ipari szinten komposztálni, de egy különleges technológiának köszönhetően. Erről azonban majd később, most lessünk be a kulisszák mögé, a laboratóriumba. Ez tulajdonképpen egy speciális labor, hiszen a komposztok és termésnövelő anyagok vizsgálatára született. Sokszor szükség van arra is, hogy a végterméket vagy az alapanyagot bevizsgáljuk, és ezt ebben a laborban tesszük meg. A partnerek és persze saját maguk ellenőrzése céljából folyamatosan vizsgálják a komposzt minőségét, de egyben növényteszteket is végeznek. Itt más-más arányban kevernek komposztot a talajhoz. Ez most egy ilyen növekedési teszt, de ugyanakkor tudjuk a csirázásgátló hatást vagy a növekedésgátló hatást is teszteni, mert hogy van egyébként rosszul elkészített komposzt is, ami rossz hatással van a növényekre. Sajnos otthon is el tudjuk követni ezt a hibát. Ahogy látszik, itt nincs hiba. A nagyobb arányú komposzt jobb és nagyobb zöld tömegű növényeket mutat. A szakember hozzátette, hogy a jó kompozit anyaghoz fontos, hogy a technológia is megfelelő legyen. És ha már technológia, akkor nézzünk vissza a korábban látott dobkomposztálóhoz. Rozsdamentes anyagokból készült, tehát ezért az ipari technológiákra jellemző minőségű. Két kamrára van egyébként osztva a közepén, ami még ugye fontos dolog, hogy forgatható, elektromos motorral, de egyébként van kézi verziója is. De ne szaladjunk ennyire előre, az ételmaradék beöntése ezen a kamraajtón keresztül történik. Ez konyhai hulladék egyértelműen, egyébként maga a zacskó is belekerülhetne, ugyanis az is komposztálható, de ezt most megtartjuk tulajdonképpen, hogy később is tudjuk használni. A dob komposztálóban működés során akár 40-50 fokos hőmérséklet is lehet, ami intenzívebb komposztálást tesz lehetővé, így húsmaradék is nyugodtan belekerülhet. Ez az intenzitás a cég egyedi megoldásainak, például a speciális takaróanyagnak köszönhető. Ez a membrán takaró, nekünk a technológiáinknak az összes technológiánkban ez a membrán takaró fontos funkciót lát el, mivel ez egy lélegző membrán, olyan, mint a technikai ruházatokban van. Amikor komposztálunk, akkor ugye bent tartja a kellemetlen szagokat, olyan gázokat, amelyeknek nem kell kijönnie, de egyébként lélegzik, tehát a széndioxidot átereszti. A betöltés után a gépet egyszerűen bekapcsoljuk, ami ezáltal összekeveri a bent lévő hulladékot, amiből egyébként mintegy 5 tonna dolgozható fel egy év alatt. A komposzt 2 hónap alatt elkészül, amit könnyedén kirostálhatunk a membrán takaró levétele után. Ez már ebben a formájában kiskerti vagy bármilyen hasznosításra alkalmas, tehát ez egy kész, érett erdei talajra emlékeztet az illata, hogyha megszagolja az ember. A komposztot a mezőgazdaság szinte bármely területén fel lehet használni, minősége a műtrágyával vetekszik, bár a szakember szerint a jövőben teljesen kiváltani a biológiai hulladék mennyiségbeli korlátai miatt valószínűleg nem tudja majd.
kövesd és olvasd a grindex.hu-t még több érdekes információért.